A tankönyv hiány miatt a tanárok és a tanítónők kénytelenek feltalálni magukat. Fénymásolják a már megvásárolt könyveket, vagy füzetben dolgoznak a diákokkal. Az alsósokkal különböző játékokat játszanak, ez azonban megnehezíti az oktatás folyamatát. Az én osztályomban csak 2 ingyenes tankönyv csomag volt, ugye ez nem is az egész tankönyv, csak 5 tankönyvről van szó, a többit a szülő megvette, tehát többit megkapták, úgyhogy ezt úgy oldottuk meg, hogy az első órákon úgyis feladatlapokból, füzetbe dolgozunk, szomszédból mész, és azt az 1-2 oldalt lefénymásoltuk. Az eddigi években az alsó tagozatos diákok kaptak térítésmentesen könyveket, idén azok pályázhattak az ingyenes kiadványokra, akik szociális helyzete miatt nem teszi lehetővé a tankönyvek megvásárlását. Több mint 92.500 gyermek jogosult az ingyenes tankönyvekre, azoknak egy része viszont még nem érkezett meg. Az utolsó 2 napban 3 kiadótól kaptunk meg az ingyenes tankönyveket, és ahogyan néztünk, legtöbb tankönyv, ingyenes tankönyv megérkezett, és következő héten még várunk a többi ingyenes tankönyveket. Az iskola dolgozói bizakodóak, kamerán kívül azonban elmondták, hogy tudomásuk van arról, hogy egyes könyvek, mint például a 6. osztályos fizika könyvek még a nyomdából sem jöttek ki.